nincsenek interjúk, akkor jöjjenek a gólok, aztán majd még megpróbálunk vadászni embereket. De hát jöjjön akkor az öt gól. Szépen egymás utánban. 8. perc, egy nagyon szép labdaszerzés után. Mészáros behátrál, meg az egész debreceni védelem azt nézi, hogy Elek beviszi a labdát a 16-oson belülre, el is lövi. Ezzel megszerezték a vendégek a vezetést, hideg zuhany volt a javából. Majd 20 perccel később Lackó fut föl a bal oldalon, és a beadását először Fecesin fejeli, azt még fogja Sebők, de a kipattanó labdára érkezik Szakály, és közvetlen közelről berúgja 1-1. Na még egyszer ez a gól. Aztán jött az első félidő vége előtt 3 perccel, egy teljesen tudatos kontratámadás után Cvitkovics Péter találata. Nagyon szép gól volt, Fecesin adta a gólpaszt, Cvitkovics pedig állítgatás nélkül ellőtte. Ezzel lett 2-1. Aztán jött a Videóton egyenlítő gólja az 55. percben, Lipták Zoltán a szerzője. És aztán a végén az a bizonyos szerencsés fejes gól, amit említett Mezei György, Kulibali a 75. percben lefejeli labdát az ötösre, és furcsán pattan, de gól, ez a lényeg. Ezzel nyerte át 3-2-re a Debrecen, és 4 ponttal vezet a táblázaton, a szó pedig Erdma Mátyásé. Herceg András mellettem.